Kedves nézőink, kézműves táborba várták a gyerekeket az elmúlt héten a Szabadidő Központ munkatársai. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Kézműves táborunkba általános iskolás diákok jelentkeznek, most inkább talán a 11-12-3 évesek vannak többségben, mint a 7-8 évesek a kisebbek. Két turnust kellett indítanunk a tavalyi évtől, hiszen olyan sok jelentkező volt, hogy nem fértek volna be az egy hétbe. Most a következő héten is szintén kézműves táborunk lesz, ahol 35 fő vesz részt. Tavaly csak 19-en jelentkeztek, de ez idén már sokkal több a jelentkező, aminek nagyon örülünk. Meséljen nekem a tábor programjáról, mit csináltak így a héten, merre jártak? Voltak-e különböző rendezvények, programok, amiket meglátogattak esetleg? Napközis jellegű a táborunk, 8:30-9 között van a gyülekező, 10 óraival kezdünk, utána kezdjük a foglalkozást, 9-től 11:30-ig, különböző természetes anyagokkal dolgozhatnak a gyerekek, bőr, fa, parafa, textil, különböző rafia, száraz növények, különleges papírok, amivel iskolában nem is dolgozhatnak szerintem, mert ezek mind ilyen drágább kreatív boltban vásárolt anyagok, amivel itt dolgoznak. 11:30-kor elindulunk ebédelni a Kapufa vendéglőben, majd utána kimegyünk a játszótérre, hogy egy kicsit mozogjanak, hiszen egész délelőtt ülnek, és 1 órától folytatjuk a munkát, délután 3 óráig. Ebéd után szoktak kapni egy kis édességet, vagy fagylaltot, és 3 órától mehetnek haza a gyerekek. Szerdai nap voltunk kirándulni, általában a szerdai napunk az a kirándulás. Budapesten voltunk egy sétán a Budai Vár környékén, és délután a Minipolisba mentünk, ahol játszhattak kedvükre a gyerekek. Jól érezték magukat ezen a pesti kiránduláson? Igen, úgy gondoljuk, hogy nagyon tetszett, hiszen kipróbálhatták a felnőttek mesterségét. Bemehettek egy autószerelő műhelybe, beülhettek a fodrászüzletbe, Aldiban vásárolhattak, és ők maguk voltak az eladók, a fodrászok, nagyon tetszett nekik, igen. Milyen termékeket, illetve milyen apróságokat készítettek a gyerekek így a hét során? Hát bőrből készült egy pénztárca, amit a cipészhez vittünk el, patentot tett rá, hogy a záró része is nagyon stabil legyen. Egy bőrnyakláncot készítettek, és egy bőrborítással egy kis füzetet. Készül ma egy ajtódísz textilből és spárga felhasználásával, valamint készült falikép, ajtódísz, amit mondtam, bőrből, azokat is elkészítették nagyon ügyesen. Mécses tartó, amihez vesszőt használtak fel, Takács Endrénével papírból egy jegyzettartót készíthettek, ami nagyon szép volt. Próbálunk mindig olyan tárgyakat választani, amit utána is tudnak használni, vagy dekorálásra, vagy használati tárgyként. Esetleg a szülőknek készítettek valami ajándékot így a gyerekek a tábor végére, vagy készülnek valami programmal így a zárásra? Igen, a táborzáró mindig péntek délután 3 órakor kezdődik, egy kiállítás, hiszen amit egész héten itt készítettek, nem vihették haza, azt most kiállítjuk, hogy a szülők, rokonok megnézhessék. Egy kis műsorral készülnek a gyerekek, és Szélesi Balázs fog gitározni nekünk délután. De lesz egy meglepetés, a délután 3 órakor a szülők is alkothatnak, egy képkeretet készítenek el.